Sziasztok! Nem régen indult új program, amelyiken lehet pénzt keresni. De hát mit kell erről tudni? Ami ehhez kell, az Fire online pénztárca. Ha már van nektek Fire pénztárcátok, akkor csak egyszerűen ide beírjátok a pénztárca számot, és utána belépés, ez azt jelenti, hogy itt regisztráltok, belépés. Ennyi a regisztráció. Ugyanúgy kell belépni, ahogy regisztrált. De mikor regisztráltok, akkor még fog kérni egy négyjegyű számot, ami lesz egy olyan, mint a PIN kód. Beírjátok PIN kódot, és akkor folytatás. Tehát. Igen, nyilván ott benne is vagyunk. Na, mit kell erről tudni? Éppen regisztrálás után kapunk egy ilyen kártya dolgot, amivel, hát ugye bár, hát persze minimálisan, hogy naponta csak kopekeket keresünk azzal. Csinálhatjátok úgy is, ahogy én. Én előbb összekerestem az első kártyára valót, megvettem, már még kerestem vele, még megvettem, de ez hosszú. Ez hosszú procedúra. Mivel hogy én már ezt kipróbáltam, működik. Ajánlom nektek, hogy akkor hát fektessetek bele, és akkor hamarabb kerestek vele pénzt. Most van egy olyan akció, hogy duplán lehet megkeresni, amit belefektetünk, hanem lássátok, itt az első kártya volt 1 rubel 12 kopek naponta, megduplázták, most 2 rubel 24 kopek. Ezen az oldalon rubelt lehet keresni, hát mindenki majd a saját országába átváltja grivnyára, forintra, dollára, amire akarja. Ugyebár maga a pályapénztárcán ott is lehet bármilyen valutára átváltani. Tehát itten van napi bónusz, az majd itt fog megjelenni. Én tegnap éjszaka már megkaptam, ugyebár 24 óránként van bónusz, ami egy kopektől egy rubelig van. Ezen az oldalon én már 101 rubel 36 kopeket keresek naponta. Láthassátok, én már belefektettem ezt 10 rubel, 5 rubel, utána már amikor már kerestem annyit, hogy megvettem ezt a kártyát 50 rubelért, minél többet keresek, utána már amikor már bevételem volt már 160 rubel, akkor megvettem ezt, most már kicsit kiegészítettem 2-5 rubeles kártyával, így én nekem már naponta 100 rubelem van. Még három napot várok, és akkor utána már lépek még előrébb, megveszem azt már 350 rubelet, ami szintén 3 napon belül visszatérül, és akkor így lépek tovább, vagy tovább, vagy tovább. Még úgy gondolom, hogy 7 nap, még egy 7, és akkor már én már meg fogok keresni körülbelül 2000 rubel per nap. Ami már egy jó fizetéshez megfelelő. Tehát erre a gombra, szóval gyengi, erre a gombra kattintva összegyűjtöm pénzt. Innen már látni rá
azt hittük, hogy vissza az oldalra. Így, ez már át is ment ide. És akkor, na hát hogy lehet kivenni? Addig míg csak ez a három kártya van, ez a három sebesség van nekünk, addig csak naponta 24 órában egyszer tudjuk kivenni. Ha már megveszük ezt, akkor már naponta többször is tudjuk kivenni, ugyanúgy a többire is vonatkozik. Tehát erre a klikre kattintva, kifizetés, mert láthatjátok, én már ennyit vettem ki. Ez már körülbelül olyan 200 rubel. Hogyan kell kivenni a pénzt? Erre a pályára rákattintunk, mivel hogy mi már a pálya pénztárcos száma el van mentve a programba. És majd ügyeljünk arra, mert ugye bár itt azt mutassa, hogy 57 rubel 95 kopek, 57 rubel 95 kopek, meg plusz még valami apróság. Megpróbáljuk ezt kivenni, de általában nem szokta ugyanezt a tényleg, mindig kevesebben. Tehát kifizetés. Feljön a figyelmetetek arra, hogy én még most nem tudom kivenni, mert tennap éjszaka kivettem, és mivel hogy 24 órában egyszer lehet kivenni, ezért kaptam egy olyan figyelmetetést, hogy ahhoz, hogy ki tudjam venni, vegyem meg a 350 rubeles kártyát. És onnan, azt mondja, de lebez mit, a vívod a stresszot, kupik el abból rudványa, de 350 rubeles. És akkor, ha megveszük a 350 rubeles kártyát, ezek szerint, akkor bármikor ki tudjuk venni. Fordítjuk le magyarra. Aki nem tud oroszul, tehát pénzeszközök korlátlan kivonása érdekében vásároljon felszerelést 350 rubelért. Ezt mondtam én, hogy 24 órában csak egyszer tudjuk kivenni, addig még nincsen főoldalrátunk. Addig még ezek bűl az alsó három kártyákból még nincsen, addig csak 24 órában egyszer tudjuk kivenni. Tehát láthassátok, hogy működik az oldal. Én nekem 100 rubel, már 50 rubelem van, akkor még 3 nap, és akkor megveszem ezt, és akkor nap 24 órájában bármikor, akárhányszor, bármikor ki tudom venni. Át tudom utalni a pénzt. Tehát, szóval, láthatjátok a kifizetéseken, hogy működik az oldal. Itt van Máné. Kétszáz rubel minimum, amit már kivettem. Most nem fogom nektek itt összefele számolni. 1, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 20 rubel, 7, 2, 5, 8 rubel, 93 rubel. 93 rubel vettem két tennap, 2.12-kor. 11 óra, 23 óra, 31 perckor vettem ki, íme a pályás pénztárca. 23 óra, 31 perc. 93 rubel. Rögtön, ahogy kiveszitek a pénzt, rögtön átutalja, nem kell várni egy percet se. Azon a egy percen belül rögtön meg is kapjátok. És komissziót nem vesz le. Aki ismeri a pályapénztárcát, tudja, hogy innen már bárhol át tudjátok utalni, akár még vásárolni is tudtok vele. Interneten. Akár bankkártyára tudjátok utalni, bankszámlára, bárhova. De még akár még
kriptovalutát is tudtok venni, bitcoin, dogecoin, metacoin, tudjátok, jó? Aki foglalkozik evel, éve itt vannak belül. Tehát a videó alatt majd fogjátok látni a linket. A linkre kattintva tudtok majd regisztrálni. Küldök két linket, mivel hogy nem régen indult még egy hasonló ugyanilyen oldal. Ugyanilyen oldal, ahol szintén elkezdtem. Már itten már én két sebességet vettem. Ja, hogyan tudjátok növelni a sebességet? Hát vegyünk akkor még egy kártyát. Itt már 3 Rube 64 kopek per naponta. Na, akkor vegyünk ide is egy kártyát. Igen. Azt mondja, fordítsuk a magyar. Tehát tovább. Lépjen a fizetéshez. Lépjen a fizetéshez. Mivel hogy a pályapénztárcsa számot megadtuk, itt már rögtön már ugyanarra oldalra kerülünk. Ha van nekünk a pályapénztárcán pénz, akkor ki tudjuk választani, hogy mivel tudjuk fizetni. Én például rubelbe fizetek, mert rubelt kaptam, én rubelt teszek vissza, rubelbe fizetek. Ha veszünk a sebességkártyát, akkor komissziót vesz rá, már itt 5 kopeket vesz rá. Én is már automatikusan átugrik a vizére, a Fire pénztárcára. Itten megerősítjük a fizetést, és már kerülünk már vissza az oldalra. Itt a fő oldal, és már láthatjátok, már újabb kártyán van, amit megvettem. Hát igen, már máma másodikat vettem, 2021. február 13-án. 13 óra 22 perc. Ez, mivel hogy orosz oldal, moszkvai időszámítás szerint van. Tehát a magyarhoz hozzáteszünk 2 órát, akkor még nálunk azt mondja, hogy még csak 11 óra 22 perc. És íme már megfordultam még 5 rubeles kártyával, és akkor megnőtt a napi bevétel, ezen már 5 rubel 88 kopek. 5 rubel 88 kopek. És a másik oldalon még 100 rubel. Ami egy héten belül, ugyebár még 3 nap megveszem eztet, utána 3 nap megveszem eztet. Kell 3 nap? 100 rubel, 300 rubel, ez 400-ba kerül. Nem. Másfél nap megveszem eztet. És akkor már lesz bevételem, szia, 600. 800, utána még másfél nap megveszem ezt, és akkor már ez összesen lesz nekem körülbelül a 2000 rubel bevétel per nap, ami azt jelenti, mivel hogy én Ukrajnában vagyok, az azt jelenti, hogy ez lesz 2000 rubel, hirtelen nem is tudom az árfolyamot, már is meg tudjuk.